megfigyelte, köszönöm szépen. Én szeretettel köszöntöm először a gyerekeket, mert ők itt a főszereplők, utána pedig a kedves szülőket, hozzátartozókat, meg persze a zsűrit is, aki nagyon-nagyon kemény munkájára néz most. Én úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez ütött a nap, szép őszi időnk van, pont ilyen mesemondó napnak van, és hát én úgy gondolom, hogy a gyerekek biztos szeretik a mesét. Így van? Igen. Biztos? Bátrabban szeretitek a mesét? Igen. Nehogy azt gondolját, hogy a felnőttek nem, szerintem többen vannak, mint ti. Tehát ők is azért jöttek el ide, hogy mesét hallgassanak. Nagyon szeretik. Sőt, a zsűri is valószínű, hogy nagyon szereti a mesét, mert mindegyik őjük kapcsolatban van a meséket. Nem mutatnám akkor őket. Györgyike Óvodint biztos ismeritek, igaz? Nagy tapsot neki. Zsuzsa néni. Mártika néni, aki kiskorának szintén maga a tanárból, de én tudom róla, hogy imádja a meséket. És hát Vera néni róla nem is beszélve, ő is imádja. Remélem, hogy nem izgultok egy csöppet se, igaz? Nem szabad izgulni. Egy picikét föloldjuk az izgulást. Én hoztam nektek ilyen, de nem adom ám akármilyen, de nem gondoljátok, véletlen se, ezért meg kell dolgozni. Meséket biztos jól ismeritek, igaz? Igen. A meséket, ha jól ismeritek, én mondani fogok mesékből szavakat, és ha rájöttök, hogy melyik meséből mondtam ezt a szót, akkor jelentkezzetek, és ha eltaláljátok, akkor kaptok egy cukrot. Oké? Okay? Na vajon melyik lehet az a mese? Miben van tükör, alma, házikó, hú, de sok van. Nagyon ügyes vagy. De van állam sok ilyen szó még. Következő mesében van lencse. Szerinted? Hamupipőke. De pedig voltál még egy nagyon szó nekem ide fölé. Nagyon ügyes vagy. Na nézzük akkor a következőt. Kosár, erdő. A Farkas és a... Nem arra gondoltam. Juliska. Nem. Nem, akkor mondok még, jó? A kosár, erdőt mondta, vadász is van benne. Kislány is van benne. Piroska is van, akkor nézzük a következő mese. Ebben van morzsa. Favágó. Nem. Tehát morzsa, favágó. Testvérek is vannak benne. Jó, akkor mondom még. Mézes kalács is van benne. Na te már voltál. Nem áll szó lenni? Jó. Következő mese. Királylány. Torony. Rokka. Aranyhaj. Nem aranyhaj, de majdnem hasonló mese, de nem az. Cukérvita. Igen. Ügyes vagy. Jó, akkor van ilyen, hogy vigyázz. Pénz. Szemétdomb. A császár és a kakas. Az csak címe. Ne baj, ezért kapsz egyet, jó? Kis kakas. És a császár. Ja, nagyon ügyes vagy. Na nézzük a következőt. Ebben van fazék. Kolbász. Viola. Na, Viola. Így van. Nem mondtam volna, hogy kolbász, bor, még volt benne. Na nézzük. Következő mese. Szerintem ez biztos sokan rájönnek. Van benne macska. Szerinted mire gondoltam? Nem az. Nem. Várjál, hát macska. Van benne lazanya. Mindenki, szerintem a lazanyáról rájött.
tetszik. Kék, gonosz, varázsló. Nem. Apró népség. Nagyon jó, hogy a sorba kéne, hogy kapjunk veleteket, és egy Györgyi néni hogy osztom már sorszámot. Ilyen őszi állatszát kaptam az ajándékban a sünikét, és a hátulján rajta van a sorszám. Mutasd meg anyunak, apunak, tanítónéninek, hogy haladik vagy. Csak meg ne, 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 jó, Evelyn, leszel a segítségem? Jó, Marcika. Figyeltek egy picit rá, jó? Aki megtalálta a sorszámát, most már biztos meg is tudtam mutatni. Szerintetek a mesében is van szőnyeg. Milyen szőnyeg van a mesében? Repülő, mert ez egy repülőszőnyeg. Ide ráállsz, te még nem is tesz ide. Erre a repülőszőnyegre ráállsz, és innen látod nagyon jól a zsűrit is, tanítónéniket is, szülőket is, rokonokat, osztálytársakat. Tehát ez a repülőszőnyeg azért van itt, hogy ez a maga mesét. Világos mindenkinek, hogy hova kell akkor állni? Hol kell a mesét? Már köszönöm szépen, hogy a segítségem volt. És akkor, aki az első, zöldjögött, kocogott, lógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát, Szilvát vegyenek, Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok, ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilvát, asszonyok, lány, menyecskék, mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet. Szedték, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez a szemetet, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem? Akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám érte. A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, s mérte nekik a szilvát. Asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól járt ezzel a sok szemétet. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet. Alig volt egy csipet. Hallod-e te hajadon? Igen kevés szemét ez. Hogy adjak én neked? Szilvát ezért a
csipet ér. Jaj, öreg apu, felel ilyen hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen, ezt a kevés két is a szomszédok adták, amiért segítettem nekik söpörni. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, tiszta, dolgos, takaros a lány, ha nincs a háza táján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekerére, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, három napig adtak, három éjjel nyilattak. Mese, a csökönyös kis elefánt. Élt a messzi Afrikában egy kis elefánt. Olyan csökönyös volt, olyan makacs, hogy azóta is emlegeti. Egyszer sétálni indult az elefánt család. Gyere velünk, itt az elefánt apja. Nem megyek, rázta a fejét a csökönyös kis elefánt. Gyere, itt az anyja. Nem megyek. Gyere, hívták a testvérei. Nem. Megunták, ott hagyták, egyedül maradt a kis elefánt. El is unta magát hamarosan. Akkor meg azért törődött a világra. Azt mondta mérgében, nem is leszek én elefánt többé, hanem mi legyek. Arra szördelve egy gazella, nézte a kis elefánt, és megirigyelte a szép karcsú termetét, sebes futását. Tudom már, mi leszek, gazella leszek. Azzal nekiállt, és elkezdett gazella módra szövdelni. Addig szövdelt, még vastag oszlop lábai össze nem akadtak, és föl nem bukfencezett. Föltápászkodott, és azt mondta magában, nem is olyan jó gazellának lenni, inkább majom leszek. Tovább sétált, még egy majom csapatot nem talált. Oda kiálltott neki. Én is majom akarok lenni, játszatok velem! No, több se kellett, azt mondta a majmoknak, körülvették a kis elefántot. Ki a fülét cibálta, meg ki a farkát. Dögönyözték, csiklandozták, kompúzióval megállták. Elmondta a kis elefánt, és sértődött a magadvány. Egyszer csak egy szép, tarka tónyú papagáj röptek fel előtte. De most már igazán tudom, hogy leszek papagáj, akarok lenni. Taníts meg engem repülni, hallod-e? Megtanítanak én szívesen. Állj rá a csíndevő papagáj. Gyere csak utána. Elvezette a kis elefántot a folyóhoz, a meredek part szélére. Megállt a magas parton, elrugaszkodott és felröppen. Így kell, ide néz. Hiszen ez semmi, rikkantott a kis elefánt, s ő is elrúgta magát a parton, belefuttyant persze a folyóba. Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hímek, csupa iszap. Az dörnögte nagy mérgesen, mégiscsak elefánt maradok inkább. Aztán elcsörtetett az erdőből, megkeresse a családját, hát még egyszer sétálni hívják. Első sor számot húzta. Ki lesz? Ami? Gyere akkor! Lázad, repülőszél vagyunk, de megvárjuk, hogy jönjük, hogy azt mondja, hogy mehet a dolgokra. Lovas Ágnes az erdészház titkait. Takaros házát az erdő szélén, az erdész lakott abban a családjában. A ház körül sokféle állat nyüzsgött. Kecskék, malacok, teherek, tyúkok, kacsák verték fel lármázásukkal az erdő csendjét. És akkor még nem is soroltam fel a cicát, a csacsit és a folyton csaholó kutyust. A házjátokon kívül egy kedves őszide is ért itt, aki nemrég került ide. Az állatok mind nagyon ragaszkodtak az erdészhez, hiszen ő etette, itatta, gondozta őket, igyekeztek csak kedvében járni. Csupán az esett nekik rosszul, hogy a házba soha nem engedik be őket. Találgatták, vajon mi lehet abban a nagy épületben. A kecske így gyakoskodott.
Szerintem káposzta föld, mert a gazdának szintén a káposzta a kedvenc, ami nekem, csak az övé a töltött káposzta. A többiek kinevették, de a kecske megvédte az igazát. De igen, az ablak alatt gyakran szoktam hallani, hogy a gyerekek azt hajtogatják, mi van te káposzta fej? Én se léphetem át a küszöböt, panaszkodott a kiskacsa. Pedig én két lábú vagyok, mint az emberek, talán rokonok is vagyunk. De én sejtem háp-háp, hogy mi van a házban. Egy kerettó, tel is tele pincsi béka lencsével. A gyerekekre esténként ráparancsol a mamájuk, hogy induljanak küldeni. És egy csomó ízletes csalán is nő oda bent, mert az egyik csemetének azt mondta a mamája, hogy mindenütt csupa csalán. A malacka beleröpögött a szavába. Nem, pont olyan a ház belseje, mint az én ólam. A múltkor véletlenül hallgatóztam, és az erdész bácsi épp megjegyezte, hogy olyan a gyerekszoba, akár a disznól. A kakas peckes a napot hozzájuk. Dehogy is, szerintem egy óriási szemétdomb van benn, és a gazdánk azon kapirgál. Na persze, nem olyan ügyesen, mint én. Sokkal nagyobb szemétdombja lehet az enyémnél, hiszen ő is jóval nagyobb nálam. Időnként ki is hoz a szemétből egy vödörre, és szórni a kukoricát a gyerekeinek, hogy nekünk szokott. A gyerekek pattogatott kukoricának nevezik, és mindig összevesznek rajta, akárcsak mi a tyúkolban. A kutyus következett. Én régen bent laktam a házban, egy fonott kosárkában, de nem emlékszem szinte semmire. Akkoriban egész nap szúnyókáltam. Csak a szőnyeg rajtok emlékszem, amiket lerágtam, és fájt utána a hasom. Meg egy finom cipőre is emlékszem, remek papucsot készítettem belőle, nem is értem, miért nem örültek neki. Aztán nagyobb bacska lettem, megtanultam rohangálni, meg ugatni, és a gazdi készített nekem a saját házat, hogy őrizzem. Szerencsére eddig még senki nem akart elvinni. Pillangókkal teli virágos rét van a házban, bölcsekedett a csacsi. Hallottam, hogy a gazdasszony meg szokta locsolni a virágait. Az őzike így vélekedett. Tejecskével teli comis üvegek sorakoznak a házban, mindig onnan hozzá ki nekem. És végül megszólalt Cica, aki eddig nem ért el vitatkozni, mert a rózsaszínű talpacskáit nevagatta. Én bejáratos vagyok a házban, mivel szobatiszta vagyok. Az ugyan nem vagyok tiszta, hogy ez mit jelent, de azt tudom, hogy nincs már se disznó, se kacsaúsztató, se szemétom, se káposztakvöld. Csupa hasznveltetlen holmi van bent, szekrények, függönyök. A függöny például nem is használják, sosem ásznak fel rá. Egyedül a kanapé hasznos, mert kényelmes, szeretek rajta lustálkodni. Akkor már nem is szomorkodom többé azon, hogy miért nem mehetek be a házba. Mennyivel jobb itt kint ugrándozni az udvaron, nem? Fűzte hozzá a boci. Mindannyian bólogattak, és vidám fogócskázásba kezdtek. Csak a kutyus nem tartott velük, hiszen ő hűségesen őrizte a házát. Fali mese, egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, míg az üveg hegyen is túl, ahol a kort a parkú malac túl. Volt egyszer egy szegény ember, ez a szegény ember, kiment a fiával a földre szántani. Egyet-kettőt fordulnak, s elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám ura, nézze! Egy kulcsot találtam, azám egy kulcs. De jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá. Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek, fordulnak, s megint elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám ura, megtaláltam a ládát is! Próbálják a kulcsot, hát jól beletalál a zárba.
volt a gazdasszony. Népmese. Volt egyszer egy ember, aki örökösen zsémbet veszekedett a feleségével, hogy ez se jól csinálta, az se jól csinálta, még a házat se tudod ellátni rendesen. Amíg én a mezőn réten vesződök, kora reggeltől alkonyati. Tudod mit, édes uram, mondja egyszer neki az asszony, holnap majd én megyek kikaszálni, te meglásd el a házat, talán igazán jobban értesz hozzá. Ebben maradtak. Másnap reggel az asszony fogta a kaszát és elment a létre. Az ember neki látott a házi munkának. Az első, hogy friss vagyunk legyen, gondolta, és teleöntötte a köpülőt tejföllel, köpülni kezdett. De munka közben megszomjazott, lement a pincébe, csapra verte a sörös hordót, de hallja, hogy a malac fönt futkos a konyhában, megijed. Hű a terem buráját, ez még feltalálja borítani a köpülőt. Felszalad a lépcsőn, betaszítja a nyitva felejtett konyhajtót. Hát a malac vígan nyalogatja a fölről a tejföld, a köpülő meg odébb a sarokban felborítva. No, ezért meglakolsz, gyalázatos, fölmed a malacra, bele akar rúgni, de az gyorsan kint van már az udvaron. Lovol utána, kergeti körbe-körbe, akkor veszi észre, hogy a kezében szoríthatja a hordó csapját. Hű a terem buráját, azóta tán ki is folyt a sör, ugrik a pince ajtóhoz, majd hogy le ne buruljon a lépcsőn. Hát a sör már kifolyt, az utolsó cseppig mérgelődik az ember, majd hogy szétne, ököllel veri a fejét, de hiába. Még jó, hogy a bödönben maradt egy kis tejfal, megtöltje a köpülőt, újra hozzáfog a köpülőzéshez, de most megint eszébe jut valami. A terhének még se inni, se enni nem adott, étlen szomlán áll szegény az istállóban. Fogja a bedret, hogy megtöltse a kútnál, de a köpülőt nem meri otthonni. Hátára kötözi, és gondolatban megveregeti a saját kallát, hogy ezt ilyen naposan kitalálta. Siet a kúthoz a vederrel, maga mellé állítja a földre, elkezdi ereszteni a láncot, de ahogy előre hajol a kútkába, felett a tejföl a nyakába, folyik meg a fejére. Mi csak ez kellett nekem, mérgelődik az ember, majd egy cét nem veti a mérget, közben délett. Az asszony szorgalmasan kaszált a réten, alaposan megízzat, megéhezett, el nem tudja gondolni, hogy hol marad már ilyen sokáig az ura a kis ebéddel. Ő már ilyenkor rég kivitte minden nap az ételt, italt a rétre, szántóföldre, vagy ahol éppen dolgozott. Elundja a várakozást és hazavallott. Ahogy belép az udvarra, az urát látja, csupa tejföl a haja, szakálla, ingje, nadrágja, az üres köpülő meg a hátára kötözve. Nem szól semmit, úgy tesz, mintha nem látná, bemegy a konyhába, megrakja a tüzet, felteszi a fazék vizet a kásának, kisepli a szobát, megteríti az asztalt, és azután ellátja az állatokat. Attól fogva, mintha kicserélték volna az ember, nem zsémbelt, nem veszekszik, amikor hazajön, dicséri a feleségét, hogy mennyi mindent elvégzett, milyen rendben a házban, minden jól van úgy, ahogy csinálja, csak eszébe ne jusson még egyszer ő rábízni a házi munkát, ha csak rá gondol, borsodzik a háta. Zsűri is megérkezett, még dönteni is tudott, tehát majd elkoratva, ilyen ügyes volt. Biztos kíváncsiak vagytok már rá, úgyhogy az előbb elfelejtettem a zsűri elnökét bemutatni. Zsuzsa néni, szavaztuk meg, hogy ő a zsűri elnöke. Én fogja most ismertetni veletek, hogy akkor mi is lett a zsűrinek a visszavonulásának az eredménye. Hát nagyon sok szeretettel köszönjük én is mindenkit, mindannyiótokat, és nagyon nagy öröm számunkra, mindannyiunk számára, hogy a zsűri tagokkal megbeszéltük, hogy
hogy ti még olvastok vagy hallgattok mesét. Ezt szeretném is kérni tőletek, hogy nyafogjatok otthon sokat. Hogy anya, olvas nekünk mesét. Jó? Tehát ti hallgassatok nagyon-nagyon sok mesét, és ilyen gyönyörűen, vagy ennél szebben fogtok tudni még majd mesét mondani. Nehéz dolgunk volt, de megszülettek az eredmények. Legelőször mindenki egy-egy emléklapot fog kapni, jó? Tudjátok, hogy el ne felejtsétek, hogy itt voltatok közöttünk. Ha már a másodikosoké van fölül, akkor nekik mondom is, Jaksa Márkó! Gyere gyorsan Márkó! Ez még nem az eredmény, ez csak az emléklap, jó? Ebből jut mindenkinek. Gomba Járpád Béla, fuss gyorsan! Már is gratulálok Ácsi! Úgy bizony, hogy nyafogjatok otthon sokat,
hogy mondjanak anyáink sok mesét. Köszönjük szépen nektek is, meg a szülőknek is, és további szép délután kívánunk nektek. Szeretném kérni az első 5 helyezettet, akinek van ilyen első könyve van, meg oklevele. Álljátok csak ide, jól sem meg. Nekem fénytépet kell készíteni. Hogy valami csodaszépen álljatok sem. Gyere, Márko! Ebben csak 3, 4. Gyere, meg Viola! Márko, álljunk kertre! Lohajt nem utána. Ez valaki elszólt, a már 4-es, és én már nem tudok, a léte csak eljött. Úgy, hogyan látszik? Hol lesz egy elszólt? Bizi-bizi-bizi! Bizi-bizi-bizi! Jó, bizi-bizi! Most vagyok jöttök már! Úgy egy kicsit legyen, hol a fitel takarja az arcodat? A oklevelet meg a többet húz egy kicsit le. Ez az. Olyan szépek vagytok, hogy rákok se lehet nézni. Gyönyörű. Jól van. Rákok se lehet nézni. Csak a napnak. Így esélybe szokott ilyen lenni, nem tudom. Köszönöm szépen. Már nem jött ki, jó érzés. Most már nem. A szülőknek nagyon szépen köszönjük, hogy a részvételükkel emelték a délután fénypompáját, a gyerekeknek, hogy ilyen sok szép mesét tanultam, és további szép délután kívánok nektek. Köszönjük szépen! És hogyha megkérlek, adjátok át a helyeteket a harmadik, negyedik eseknek, mert ők most fognak várni.